Szevasztok, Sóki vagyok. A mai videóban az akkumulátoroknak az újrafóliázását, újra szigetelését fogom nektek megmutatni ezen az akkumulátoron. Ez egy 18650-es cella. Hozzájutottam néhány ilyen PVC, mit mi az ördökhöz. Ezt fogom én rágyógyítani erre az akkumulátorra. Mint láthatjátok, van rajta egy ilyen csík, mivel ennek az akkumulátornak ez a szigetelő rétege sikeresen megsérült. Ez jelenleg így néz ki, ez mechanikus modokba, egyéb helyeken nem túl szerencsés, tehát ezeket érdemes újrafóliázni. Igazából beszerzési forrásra a kis kínai barátainkat tudom javasolni, illetve néhány elektronikai boltban, modellboltban, ilyesmi helyen biztos, hogy lehet találni ilyen előre elkészített, levágott, vagy pedig ilyen hosszú csíkban feltekert, ugyanilyen PVC, vagy mit tudom mi az ördög anyagból készült. Kezdjük is el. Szükségünk lesz, már elő is készítettem, hajszárítóra, amin van melegállítási fokozat, tehát hogy jó meleg legyen a kifújt levegő, illetve szükségünk van egy sérült akkumulátorra, mint újra akarunk fóliázni, illetve szükségünk van tartalékfóliára. Ezt 72 mm-es hosszúságra érdemes levágni, mert akkor lesz a legjobb hatásfokunk. Na, akkor én ezt le is szedem. Ne vágjuk le róla, mivel akkor összeérhet a pozitív és a negatív pólus, ami egy kellemetlen rövid zár, tehát elpukkalhat a kezünkbe az akkumulátor. Ezt meg is szabadítom ettől az egésztől, ez megy a kukába. Viszont van még nekünk itt egy ilyen kis szigetelő gyűrünk, ezt én vissza fogom építeni. És így néz ki maga az akkumulátor. Nélkül a foncsor, egy fólia nélkül. Vissza is rakom. Illetve én most ezt a kék darabot választottam. Szétszedem. Belenyúlok. Van egy ilyen kis lapom. Ebbe egyszerűen belehúzom az akkumulátort. Nem tudom, hogy mennyire látszik, de ennek jó nagy híja van, tehát ezzel majd kezdeni kell valamit. Erre megvan a megoldás, tehát oka van annak, hogy ez ilyen nagy lett. Ezt körülbelül így fogom beemelni, bepozícionálni. Lehet látni, hogy néhány milliméterrel túllógattam, tehát amikor ez itt rá fog simulni, akkor az jó lesz nekem. Ups, ez kiesett. És itt nagyon túllóg, de ez nekem nem baj, mivel az kell, hogy ezt a kis gyűrűt nekem ráfogja. Jó, akkor kezdjük is el. Ventilátor. Jó, felnyomom maximumra a hőfokot. És kapcsolok egy kis áramot. Akkor elkezdem szépen. Ezt lehet látni, ahogy szépen rámegy. Thank you.
Egy kicsit elkezdett melegedni ez az akkumulátor, úgyhogy abba hagytam. Ne hagyjuk, hogy nagyon felmelegedjen, mert az nekünk nem lesz teljesen jó. Igazából a agyszárítóval egyszerűen végighúzigálom a ezt az egészet, és szépen rá fog simulni. Tehát lehet látni, hogy itt ennek az alja már gyönyörűen rásimult. A teteje az még hátra van. Úgyhogy körülbelül egy olyan 60-70%-osan állok. Most én akkor ezt a kis szigetelő cuccot de ráteszem a helyére. Jó. Visszakapcsolom. Nos, itt megvan a kis részem, itt is, és ez nekem így tökéletes lesz. Mivel nincs magyarországi elektronos cigarettabolt forgalomában ilyen kis PVC cucc, ezért a videó alatti linkekre én bemásolok néhányat ezek közül, amiket én találtam. Megbízható boltok, PayPal-le lehet fizetni, megvásárolunk 100 darab ilyen cuccot, az kb. Életünk végéig elég lesz. Köszönöm a figyelmet, sziasztok!